kedves nézők, Nagy Lászlót látják, olimpiai bajnok, labdarúgó. Melyik évben volt az, amikor te olimpiai bajnoki címet szereztél, kedves Nagy Laci? 1968 Mexikó. Élményed arról? Nagyon sok, leírhatatlan és elbeszélhetetlen, ugye? Az az igazság, hogy azért nagy dolog, mert körülbelül 10 NB1-es mérkőzést játszottam, és bekerültem a keretbe, az utazók keretbe, bekerültem a csapatba, és 6-ból 4 mérkőzésen játszottam az első kettőn, és az elődöntőn, és nyugodtan mondhatom azt, hogy ugye a bolgárok vezettek 1-0-ra, kiegyenlítettünk, Bence Limán gólt szerzett, és azzal 1-1 lett, majd a második gól az én beadásomból Dunajanti rúgta, és azt kell mondanom, hogy a 19. születésnap után 5 nappal olimpiai bajnok lettem. Tehát fiatalon, 19 évesen, 10 bajnoki mérkőzés után. Hihetetlen. Laci, a Baróti Lajosnál a bolívok ellen te tartalékpadon ültél, én akkor fotóskodtam már akkor is. Fantasztikus telt ház, olyan akusztika volt, és 6-0 Ekvádort, ha jól tudom, azt győztétek le. Milyen érzés volt az meccsen játszani? Bolíviát tertük meg. Bolíviát, bocsánat, Bolíviát. Tertük meg, semmi gond. Kérlek szépen, ugye 5-0 volt a félidő, és Lajos bácsi második félidők közepe felé azt mondta, hogy kicsi szaladj be, mert megállt a gólgyártás, és hát egy kicsit a közönséget ki kell szolgálni, még hát én ezt nem szeretem, ezt a szót a szolgálást, hanem szórakoztatni kell, de gólt kellene rúgni, mert megállt a góllövés. Aztán sikerült, a Töröcsik lekészítette a labdát, napokban láttam egy összefoglalót, amikor ezt bemutatták, akkor a 16-osról bal külsővel lerúgtam a 6. gólt. Na, fantasztikus dolog egy világbajnokságra kijutni, ugye addig a csoportot megnyertük, és még egy selejtezőt kellett játszani Bolívia ellen. Itt nyertünk, aztán kint Bolíviában is nyertünk, bár ott meg kell mondanom, hogy levegőt nem sokat kaptunk. Mexikóhoz képest ott 3500 méter magasságban az borzasztó sok, és hiányos a levegő, de sikerült túljutni a bolívok után, és hát a 6-0 után meg pláne egyértelmű volt azért világbajnokságon részesünk, és sajnos a világbajnoki szereplésünk azért az elmaradt a jó szerepléstől. Azt, még mielőtt beszélnénk a Bicske élményezről, te miben látod a magyar labdarúgásnak ezt a gyenge nemzetközi szereplését, mert én úgy tudom, hogy volt valamikor jó csapatunk, ezt nem tudom, hogy te hova teszed, hogy mikor volt utoljára jó csapatunk, de jelenleg sajnos nemzetközi porondon nem villogunk. Hát az az igazság, hogy az ember egy pár évet már megélt tényleg itt a labdarúgásban, és valóban itt most mondhatnánk Puskás, vagy későbbiekben Albert Varga, vagy Göröcs János, vagy még fiatalabbakat is mondhatok, ugye egy Töröcsik András személyében. Talán el is jutatnánk 86-ig, amikor jött a mexikói hatalmas nagy kudarc, Mezei Gyuri valaki tényleg jó csapatot hozott össze, simán bejutottak, nagyszerű eredmények voltak, favoritként ment ki a válogatott, és mégsem sikerült, de én talán ott látnám az első nagy kudarcot, ezt mindenki mondja, amikor a csehek ellen elveszítettük a mérkőzést, és a Marseille. Én ezen a mérkőzésen ott ültem a kispadon, az első mérkőzésen Prágában, ahol vezettünk 3-1-re. Sós Károly volt a szövetségi kapitány, és ott azt kell mondanom, hogy most már így, akkor ugye játékos voltam, most edző vagyok, hogy borzasztó rosszul cserégetett, lecseréltem Mészői Kálmánt, amikor egyetlen egy jó fejelő játékosunk volt, és náluk volt egy Kvasnyák nevezett úriember, aki szenzációsan fejelt, mindjárt gólt is fejelt, ahogy lehozták, vagy egy Fazekas Lacit, aki második félidőben gólt rúgott, és akkor kezdett igazából szenzációsan játszani, lecserélte a Puskás Lajost helyre, és egy kicsit megbontotta a csapatot, így döntetlenre sikerült összehozni ezt a mérkőzést. Közést, és aztán mindenki tudja, hogy mi következett, a Marseille egy nagy verés, hát akkor már több sérült játékos is volt, nem tudtak részt venni, úgyhogy belebuktunk. Én amellett azt látom, hogy egyre inkább kopnak ki, nem a tehetségek, mert tehetségek vannak Magyarországon, ugyanúgy megszületnek, mint ahogy más országban is, de a fiatal korban már 6-tól 14 éves korig eldől minden, hogy kiből milyen futballista lesz, és ez a most nem mondom, hogy a grún, de az akadémiák 14-15 éves kortól kezdődnek. Tehát ott kezdik el a játékosokat nevelni, képezni. Addig semmiféle jóformán sportot vagy élménye a játékosoknak minimális van, és nem jól képezzük fel. Most lehet, hogy engem hülyének tartanak, vagy azt mondják, hogy ez Pali csak beszél, de 6-tól 14-15 éves, de most már végvehetem akkor 20 éves korig. Nagyon szépek az edzéseink, csak nem jók. Nem jók. Tehát technikailag, fizikálisan, mentálisan nincsenek a játékosok rendesen kiképezve. Én mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarországon sok tehetség van, és örök tehetség marad, míg külföldön ezekből a tehetségből futballistát nevelnek. És itt a különbség a nemzetközi és a magyar futball között, még akkor is, hogyha
látjuk, hogy a magyar válogatott azért valamelyest mozdul előre, de hát ezt tudomásul kell venni, hogy ma ez a futballunk, de ezen nagyon gyorsan változtatni kell, a feltételek talán már egyre jobbak, de mondom, az akadémia talán túl késő, amikor már mindent megpróbálunk a gyerekek. Én nem mondom, hogy most minden terhet fizikálisan rakjuk rendben, azért bizonyos kor után nem lehet is súlyzókat meg ezzel agyon hajtani, de igenis a gyereknek már 10 évesen tudni kell labdát kezelni, forogni, gyorsnak kell lenni a kiválasztásnál megfelelőt, és olyanok kellenek oda kerüljenek, akik azt kell mondanom, hogy bennük van a tehetség, és nem azok, akiket oda viszek, és apuci jobban szeretné a futball, hogy futballista legyen a gyereke, mint a gyerek. És itt is van ilyen nagyon sok gyerek, aki pont fordítva apuka szeretné. Ezzel én minden egyet értek, de vannak jó ifjúsági játékosok, de valahogy amikor fölkerülnek a felnőttek közé, akkor ott valahogy elvesznek. És abban látom én az egyik gondot, hogy ezek a magyar labdarúgók egy kicsit nem partnerek a játékvezetésnek, mert valahogy ez a játékvezetés tűz, ami nálunk van, meg a külföld, egy kicsit más. És a játékosok hozzáállását is egy kicsit úgy érzem, hogy sok a színészkedés a magyar pályákon. Tehát ezzel megtévesztik a játékvezetőket, tehát nem őszintén játsszák a labdarúgást. Nem, én azt mondanám, akkor így fogalmaznék. Ezek a gyerekek nem szeretik annyira futballt, mint amennyire a mi időnkben, vagy előttünk szerették, és valóban most nem a játékvezetésre, hogy most tényleg sokkal több faltot lefújunk, mint amit külföldön lefújnának. Ez egy dolog, hanem egyszerűen nem élvezik a játékot, nem játsszák szívből, nem mernek hajtani, és nem is tudnak, az az igazság. Ha végig tudná futni a 90 percet, és fölmerné vállalni azt a bátrabb játékot, amit föl kell vállalni, elnézést, hogy ezt mondom, de Magyarországon tudom, hogy ez egy üzlet is. Tehát nem mindegy az, hogy melyik csapat indul a BL-ben, akár meddig eljutok, vagy melyik az Európa Ligában, mert ugye az bizonyos összeget tud kapni, és a mai gazdasági helyzetben minden forintra, minden euróra szükség van, de én azt hiszem, hogy a magyar bajnokságban sokkal bátrabb futballt és játékot föl kellene vállalni minden csapatnak, és nem kellene rettegni attól, hogy most nem szerzek pontot, vagy kiesek, vagy nem esek ki, vagy az edzőt kirúgják, és az edzők sem mernek olyan játékot követelni a játékosoktól, amivel esetleg a színvonalat, a futómennyiséget és a játékot lehetne növelni, bátrabb játékra lehetne ösztönözni őket, mert féltik a munkahelyünket, mindent, mert eltávolítanak meg minden. Ezt kellene valahogy összhangba hozni, hogy ne legyen ilyen egy 3-4 meccs után már mindjárt sikertelen a szerep, és akkor az edzőnek viszont látásra. Azok a játékosok, akik meg nem feszülnek be, és nem tesznek mindent oda a pályán az eredményesség érdekében, vagy hogy jobbak legyenek, azokat nem kell szabad tovább foglalkoztatni magas szinten. Annak megvan a helye, akár NB3-ban vagy lejjebb, mert itt csak profi szinten, profi gondolkodású, mentalitású és profin felképezett vagy kinevelt játékosoknak szabad. Ez technikailag, fizikálisan mindenre vonatkozik, úgyhogy ilyen sétálgató emberekre nincs szükség a pályán. Hihetetlen őszinte nyilatkozatokat hallottam. Laci, térjünk már rá a Bicske időszakodra. Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, aminek már lassan-lassan 20 éve lesz, hogy itt voltál? Milyen emlékeid vannak abban az időszakban? Mindjárt azzal kezdeném, hogy fantasztikus embereket ismertem meg. Most itt először nem azért, mert a vezetők ugye irányítanak egy klubot, hanem tényleg olyan társaságot, olyan vezérkart, elnökséget ismertem meg, akik utána is azóta is barátaim, és ezt a klubot nagyszerűen vezették a saját kis pénzükből, természetesen az önkormányzat is kellett hozzá, de nagyon szerették a futballt, volt, aki ugye futballozott is, meg volt, aki nem is futballozott, de mégis imádja azt a játékot, és a pénzét sem sajnálta arra, hogy jó csapat legyen, és jó csapatot is hoztak össze. Fantasztikus futballisták kerültek itt. Most nem akarok itt, mert lehet, hogy valakit kihagynék, de akár egy Szekeres, vagy Plotárjúra, vagy Simon, akik itt most meg is jelentek, minden tényleg egy csodálatos csapat volt, vagy akár a Szent Istvánból hoztuk a Orosházit, aki szintén fantasztikus ballábas játékos volt. Biztos, hogy volt rosszabb meccse is, meg nekünk is volt rossz meccsünk, de egy olyan csapat volt, ahol érdemes volt kijönni, ahogy jól emlékszem, itt voltál te is. Volt, amikor 1000-1200 néző, sőt, talán több is volt egy mérkőzésen, és alig várták a szurkolók és a játékosok is. Úgyhogy, vagy a Németh Józsit, a balát védetemnél, aki 6 óra előtt 10 percen még malterozott, vagy betont kevert, és már futott úgy, ahogy volt betonos uram, és már nyomta is az edzést. Tényleg szenzációsak voltak a játékosok, és mondom, arra emlékszem, hogy amikor az első edzésemet megtartottam, akkor mint nagyjából általában, amikor ilyen alacsonyabb osztályokat
osztálynál dolgozik az ember, a játékosok ugye nem a legképzettek azért, bár itt mondom, bár most ilyen csapat lenne ilyen játékosokkal, hazamentem és azt mondtam gyerekek, anyámnak, hogy a feleségemnek, hogy nem értik a futballt, mondom, borzasztó dolgom lesz, 2 hét múlva ezek a fiatal emberek álomszerűen edzettek, mert fogékonyak voltak, akartak teljesíteni, és ez a mérkőzéseken is meglátszott. És voltak jó mérkőzések, mint mindenhol, azért egy-egy becsúszott egy rosszabb mérkőzés. Ugyanúgy bal és piuk voltak, mert jó páron voltak benne, de tényleg én nagyon szerettem itt lenni, és nagyon jól éreztem magam. Sajnálom, hogy a következő alkalom, amikor ugye szokták mondani a kínaiak, hogy egy folyóba csak egyszer lépünk bele, még egyszer nem szabad. Én beleléptem a barátság, és azt hittem, hogy tudok segíteni, de nem jött össze, hagyjuk. Szóval múlt, hogy jó, miért? Hát az első évről beszélünk, mert hihetetlen jó kis kereted volt, és az a 8. hely is nagyon jó. Ahhoz egy fantasztikus munka kellett, ami megelőzte ezt, hogy ugye a csapat fokozatosan épült fel, és megnyerte a megyei bajnokságot. Névrokon Győzőnek ugye nagyon sok érdeme volt ahhoz, hogy ezt véghez vigye a csapatnál. Megtörtént, és tényleg én annak örülök, hogy egy újonc csapat az 5. helyen végzett, ha jól emlékszem, ugye 5. helyen végeztünk az év végén, azért az sem volt minden, majd piskolta, hogy ez a csapat nem az utolsó, hogy bekerült, aztán kieső helyen volt, hanem egy nagyszerű teljesítménnyel, és amit én mindig hangoztatok és szeretek, ez a játék, ez nem csak a játékosoknak pénzkereseti lehetőség, hanem a közönséget kell, hogy szórakoztassam, és a közönség Bicskén jött, és vevőlt erre a játékra, és ez nálam sokkal többet ér Újpesten, és ugyanezt mondtam, hogy a 2. hely nagyon szép dolog volt azután, hogy az Újpest semmit nem ért el, és ahogy oda kerültem, 2. helyen végzett, de nekem az 1. hely, én mindig az 1. helyet néztem, viszont többet ért az, amikor a 2000 nézőről visszahoztunk 8-10 000 nézőt a stadionba, úgyhogy nekem ez nagyon, nagyon tetszett Bicskén is. A mai centenárium ünnepségünkre rátérve, milyen érzés volt átvenni ezt az emlékplakettet, amit kaptál? Azt kell, hogy mondjam, hogy én most nem régen, március 15-én Fonyódon kaptam egy elismerést, díszpolgára lettem Fonyódnak, a balatoni kis városnak, mert most már azt kell mondanom, régen az egy kis falu volt, én ott éltem, nem ott születtem, Somogy megyén Buzsákon. Hasonló érzés, hogy ez egy óriási megtiszteltetés számomra, hogy vannak olyanok, akik nem felejtettek el. Ez a sport ugye mindenre alkalmas, arra is, hogy statisztika, ott vannak a képek, ott vannak az eredmények, ezek megmutatják azt, hogy ki mit dolgozott, hogy dolgozott a csapat mellett is, de mondom, ez nekem egy nagy megtiszteltetés, és az, hogy még ami nagyon nagy dolog, hogy itt vagytok mindannyian, akikkel együtt dolgoztam, és tényleg jó látni, hogy mi sokan a sportban is dolgoztak. Laci, te össze tudod hasonlítani a mai csapatunkat, hiszen nemrég láttalak Szászalombattán, meg ha jól tudom, figyelme is ez a Bicske csapatot. Az akkori csapatoddal összehasonlítva a maiakat, miben látod itt a változást a két csapat között? Képzette futbolisták voltak a régiek, tudtak a futballból mindent, legfeljebb egy kicsit csibészek voltak, lehet, hogy mivel NB3-ban játszottak, és azt mondták, hogy NB1-ből jöttek ide le, hogy könnyebben megoldom ezt a feladatot, lehet, hogy néha egy dobozzal több sör csúszott le, mint ami kellett volna, mert nem szégyen, ez volt olyan, hogy az átsérült játékosom ott ült a kispadon, csúnya módon ivott egy sört, és akkor az ember rászólt, de akkor elbújtak, de azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg képzettebbek voltak a játékosok, jobban akartak nyerni, sokkal több mindent oda tettek a mérkőzésen. A mai fiatalok, anélkül, hogy megbántanám őket, hogy mondjam, nem szeretem ezt a sok zselés frizurát, bár mindenki úgy csinálja, hogy akarja, hogyha teljesítmény vagy mögötte. Többet hisznek, képzelnek el magukról, mint amit a pályán látunk, és ehhez segítünk mi is edzők, vezetők, hogy hamar elkapatjuk őket, és azt mondjuk, hogy te fantasztikus vagy. Nem merjük megmondani több esetben, hogy ez nagyon kevés, ennél többet kell, és ami tényleg a legrosszabb eset, az a mentalitási problémák. Tehát most nem akarok itt belemenni más országoknak a mentalitásába, de egy szerbiát el se tudnak képzelni, így menjen ki a pályára, vagy az, hogy hát hadd idézzem itt a most utolsó mérkőzés fordulóban, ez a 3. félidőben a Remilinek a mondását, hogy benne a pályán én úgy éreztem, hogy hajtottunk, küzdöttünk, futottunk, és ez a Ferencváros Újpest, mert
mondom, semmi szándékom nincs megbántani senkit. Hát ilyen mérkőzés játszani, hát ez romboló. Tehát én lezártam a tévét, pedig minden hétvégén, pénteken meccset nézek, szombaton két magyar meccset, vasárnap két magyar meccset megnézek, mellette még megnézem a spanyol bajnoki meccseket. Tehát zöld gyep van a televízióban éjjel-nappal, de azt mondtam, hogy most, mivel lenni is voltam Balatonon, azt mondtam, hogy én több meccset most nem nézek meg ezen a héten, mert ez tragédia volt. Egy Újpest, Ferencváros, egy örök, akkor állandóan csata volt, meg küzdelem volt, meg nagy mérkőzések voltak. Na most ez a hogy mondják ezt, amikor olyan őszintén játszanak az emberek, hogy neki mennek az ellenfélnek, és nem ellenségek, hanem ellenfelek. Tehát küzdünk, hajtunk az eredményért, és megpróbálunk egy jó játékot kihozni. Elsősorban magam, megpróbálok oda tenni mindent, mert ugye abból jön aztán ki a csapatjáték. Hogyha én koncentrálok, én figyelek, én hajtok, csúszom, mászom, akkor a többi is majd jön utánam és fogja csinálni. Nem érzem ezt a mai fiataloknál, hogy mindent alárendelnének ennek a futballnak, és ezért mondják mindig azt, hogy nyugodgatnak vissza, hogy a régi futballisták azok egész másképp voltak. Pedig azt kell mondani, hogy a futball változott, gyorsabb lett, négyzetcentiméterre meg kell küzdeni, sokkal többet ütköznek, és itt igazad van, hogy amit Angliában ütköznek, azt itt már nálunk kiállításra sújtanak a bírók, mert olyan kemény csatákat vívnak egymásra, és kevesebbet szimulálnak, mint mi. De ez az elkényeztetett dolog, én azt mondom, hogy ezen nagyon gyorsan kellene változtatni. Nem szabad érdemtelenül mindig dicsérni. És ha még egy mondat lehet, nem akarom húzni az időt. Én tökölön dolgoztam utoljára, és megnyertük a bajnokságot. Az egyik játékosom azt mondta, hogy mester, én akkor abba hagyom, ha maga dicsérni fog. Mondom, kicsi, megnyered a bajnokságot, dicsérni foglak, mert ha nem így viselkedem, én biztos vagyok benne, ha dicsérem hétről hétre, amikor nyertek, nem nyerjük meg a bajnoki címet, így is majdnem elbuktuk, a 10 pontos előnyünk lett a 3 pontos hátrányból, és egy pontra tudtuk megnyerni, mert már könnyebben vett a magyar futballista. Aztán utána, amikor megnyertük a bajnokságot, akkor megdicsértem őket, és megkérdeztem, hogy na most kíváncsi vagyok, hogy hányan érkeztek vissza a kezdésre, mert azt mondtátok, hogy abba hagyjátok a dicsérek, és mondom, most dicsérek, mert bajnoki címért most jár a kötelező dicséret. És mindannyian visszajöttek. Laci, köszönöm ezt a őszinte nyilatkozatot. Én kívánok további sok sikert pályafutásodhoz és jó egészséget. Én nagyon köszönöm, és most látod, hogy tényleg az ember megpróbál, a futballnak éltem és eddig is, és még amíg élek, addig megpróbálok annak élni, csak nem biztos, hogy ez nekem jó, tudod? Szóval van az emberben egy olyan kis érzés, vagy egy olyan tüske, vagy olyan kellemetlen, hogyha az őszintén elbeszél, vagy beszél az ember a labdarúgásról, akkor sokan úgy veszik, hogy nekem savanya a szőlő, mert nincs munkám, meg minden. Nem. Én azt szeretném, hogy mindig jobb és jobb legyen a futball, és ha elismerem és tudom, hogy ma ilyen a magyar labdarúgás, amilyen, de ezt a lehető leggyorsabban meg kell próbálni javítani. És nem szapulni kell, mert én nem szapulni akarom, hanem elmondom, amit látok. És az lenne nagyon jó, hogyha mindenki merné mondani, amit lát, és ebből tanulnánk, és a lehető legjobbat hoznánk ki. De hát nekem nem biztos, hogy már sok lehetőség adatik, mert mondom, az az érzés az embernek, hogy amekkorát lehet belém, akkorát rúgnak. Ezt nagyon sajnálom, mert nem hiszem, hogy olyan sok mindenre rászolgáltam, de ezt én nyíltan kimerem most is mondani, hogy amióta vagyok, nagyon sokszor azt érzi az ember, hogy én nem töltöm ki a szerződési időt, hanem úgy megköszönik a munkát, úgyhogy hamar eltávolítanak, pedig nem hiszem, hogy olyan sok mindent teszek, csak szeretem a futballt, és nem a pénzkereset, bár ez üzlet, és azt is kell, mert ugye az egyesületek is, mindenki abból él, de a futballból lehet jó pénzt csinálni. Real Madrid, Barcelona, Bayern München, ha van futball, van nézős, vannak futballisták, a futballistákat tovább lehet adni, abból lehet profitálni, nagy pénzek forognak, mozognak, és ez csak így jöhet, hogyha gyenge a futballunk, gyenge a futballista, nincs néző, nincs eladásra a játékosunk, akkor mi értelme van? Értelme van. Úgyhogy én köszönöm szépen a beszélgetést, maga a meghívást is, és tényleg nagyon jól esett, hogy itt lehettem, és örülök, és remélem, bízom benne, hogy a Bicske bent marad, ugye, mert remélhetőleg nem lesz probléma, hát az hal meg utoljára, ugye azt szokták mondani, de én biztos vagyok benne, hogy megtesznek mindent itt a srácok azért, hogy bent maradjanak, a városnak azért ez kötelező lenne, és remélem, hogy továbbiakban erősödik ez a csapat, és kialakul egy olyan, mint amikor itt voltam, egy olyan erős csapat.
köszönöm szépen tényleg, hogy ilyen őszintén nyilatkoztál nekünk és a Vási tévénézőknek. Én jó egészséget még egyszer, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Kedves nézők, Juhász Ferencet látják, becenevén Csoszárt, ugye, mert itt a hangos bemondó úgy adta elő, hogy Csoszár becenévre hallgató klasszisunk, a 60-as, 70-es, 80-as évek kiváló labdarúgója. Jó volt ez a bekonferenci, amit mondott a hölgy? 50-es, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as. Jó. Mondjam tovább, hogy 9. Jó. Csoszár, őszintén kérlek, hogy nyilatkozzál, hogy melyik évtizedet tartod a legeredményesebb csapatnak a te időszámításodban? Tehát a bicskei futballról van szó? Igen. A 70-es években is nagyon jó csapatunk volt, de nem tudom, előtte lévő időszak, mert te jobban emlékszel rá, hogy jobb volt-e a 70-es éveknél, vagy kicsit gyengébb? Én sokra értékelem azt a csapatot, mikor a Horváth Iván, tehát aki ma itt volt, Horváth Iván és Horváth István is itt futballozott, Micskén, az a csapat egy nagyon jó csapat volt. Akkor nagyon jól összeállt, és... Abban te játszottál? Nem játszottam. Nem, de emlékszel rájuk, igen. Ifista voltam, az IFI-be játszottam, és szóval őrájuk emlékszem úgy, hogy kimondottan jó futballisták voltak a csapatban. De azután hát természetesen a következő években is jöttek az új játékosok. A Tolnai, a Pásztor, a Hajas, tehát ezek a serdülő csapatban nőttek fel, a Pásztor Pista bácsi csinált egy nagyon jó serdülő csapatot, és ott már majdnem kész futballisták voltak, úgyhogy hogy kimondottan jó játékosok voltak, a Hajas Feri, a Tolnai Samu. Samu, mert Samunak hívjuk. Igen, Csoszár, hát becenévén te így lettél híres a városban. Mennyire ismered azt el, hogy minden idők egyik legjobb játékosának hozta az újság a Forfortvo sportmagazin, hogy Hajas Ferenc lett a Bicske egyik legjobb játékosa? Hát én is úgy tartom, hogy kimondottan jó játékos volt, de talán egész mást játszott a Tolnai, mást játszott a Hajas, és ugyan egy időben, ugyan egy csapatban a két kiváló jó játékos volt. Feri gólerős, a Samu pedig középpályán irányító és technikás, így van. De a labdákat és megtartotta, leosztotta, úgyhogy a Tolnai az kimondottan egy tehetséges, technikás játékos, úgyhogy ő biztos vagyok benne, hogy sokkal többre vihette volna, de volt neki egy sérülés, vagy betegség, fájt hátul a dereka, ami miatt nem tudott NB1-es csapathoz menni. A Samunak nagyon ügyes, elismerem, nagyon ügyes volt a Samu, tényleg jól látott egész pályán, egy hibája volt. Beindította a csatárokat 50-szer, és 5-ször adta a labdát pontosan. Én szerintem nem is az volt a baj, inkább amit volt, ilyen zsörtölődő játékos volt, egy kicsit úgy morgott meg tudott sértődni, vagy Ehhez az annyi tartozik azért, ő annyira szerette a labdát, hogy ő azt szerette volna, ha mindig nála van, és ezért zsörtölődött másokkal szemben, mert nem neki pasztolták vissza. Jól látom valahogy a helyzetet, Csaszár? Valószínű, hogy valami ilyesmi van. Nagyon szerette a labdát. De jól ismert vele, egyértelmű. Nagyon. Nagyon jó futballista volt. Csaszár? Vasas el akarta vinni, a Magyar Kábelművekbe is együtt futballoztunk, és a Vasas el akarta őt vinni.
és amit mondtam az előbb, hogy fájt a dereka, tehát egy kicsit, az egyszerűen, szóval valószínűleg tartom, csak azért nem lett ő belőle NB1-es futballista, mert valami betegség, tehát ami visszatartotta őt a játékban. Tehát ki kellett hagyni, nem tudott edzeni annyit, úgyhogy, hogy... A mai ünnepségünkkel kapcsolatban milyen érzés volt átvenni az emlékplakettet, Feri? Hát megmondom őszintén, hogy én most már a 70. évemben vagyok, és nagyon szívesen emlékszem vissza a dolgokra, és nagyon, nagyon örültem neki, tehát kellemes érzés volt, hogy megemlékeztek a régiekről is. Úgyhogy örültem neki, hogy... Feri, egészségi állapotod milyen? Már csak azért is érdeklődöm, mert hétvégén mérkőzés van, és nem tudom, ilyen 70 évesen számíthatunk-e játékodra, vagy csak a szakmai irányításodra, mert lesz egy képviselő testület, BTC öregfiúk rangadó. Hát ezt tudom, hogy lesz, de nem szóltak még, hogy jöjjek. Úgyhogy már öreg vagyok. Hát számíthatunk a játékodra, vagy a szakmai irányításodra? Hát megmondom őszintén, hogy nagyon szívesen mennék egy kicsit játszani, de nem tudom, talán egy éve már, hogy egy métert nem futottam, de viszont a térdem egy kicsit megsérült 3-4 hónappal ezelőtt, és azt hiszem, hogy nem vagyok rá képes, hogy futballozzak, de azért, ha megkérnek, hogy kapuba álljak be, akkor azt elvállalom. Jó, tavaly kapus voltál, győztünk, tavaly előtt is győztünk. Milyennek tartod ezt a kezdeményezést, hogy a képviselő társaink ellen játszunk barátságos meccset, és a polgármester úr ellen? Hát természetes, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, de hát győzni akarunk mi is, meg ők is. Ez itt nincs barátság itt meccs közben, hát ez ugyanúgy megy, mint tinédzser korunkban a Grundon, úgyhogy hogy megyünk és küzdünk a labdáért, meg a gólért, úgyhogy ezt kell csináljuk. Hát. Akkor számítunk rád a hétvégén. Én megköszönöm, hogy ilyen őszintén nyilatkoztál, és további jó egészséget kívánok neked. Köszönöm szépen. Kedves nézők, Báder Antal urat látják, a Bicskei TC tiszteletbe leelnökét. Szerbusz, Toncsi bácsi. Hogyan érzed magad itt a BTC centenárium ünnepségén? Hát nagy megtiszteltetés részemről, hogy itt lehetek. Toncsi bácsi, hogyan emlékszel vissza a te idődben? Legrégebbi emlékeid milyenek itt a bicskei labdarúgó csapattal kapcsolatban? Az, hogy megpróbáltunk egy erőteljes, jó eredményeket előre futball csapatot létrehozni, szerintem sikerült is. Szerintem is. Itt beszélgettem előzetesen Nagy Győzővel, Nagy Lászlóval. Ezek olyan sikeredzők, akikkel ugye mindig följebb és följebb léptünk. NB3-nál már nem tudtunk följebb lépni, ez igaz. De ti akkor elnökségi tagok voltatok, amikor mi annak idején Hajdanában 95-ben NB3-ban szerepeltünk. Te hogyan emlékszel azokra az évekre vissza? Hogy hihetetlen erős csapatunk volt, ami azt jelenti, hogy én a bajnoki címet se tartottam volna kizártnak abban időben. És te többször voltál már elnökségben, akkor is, meg most is, és össze tudod hasonlítani a jelenlegi mai csapatot azzal a bizonyos régi NB3-as csapattal. Miben látod a különbséget a két együttes között? Én szerintem a jelenlegi csapat az elképzelhető lelkes, de nem olyan képzett, mint az akkori csapat. Én szerintem merem remélni, hogy lesz még annál jobb csapat is, de az akkori csapat olyan játékos állományból tevődött össze,
hogy szinte, ha úgy felszívták magukat, lehet ezzel módon megverni. Nagyon erős. Akkor mit tudnál a mai csapatnak üzenni, hogy hasonlóképpen szerepünk, mert most jelenleg sajnos a kiesés ellen kell küzdenünk. Most azt tudnám mondani, a kérdés gyors volt, a kérdés, illetve a felelet szintén gyors lesz. Harcolni így kell. Van. Keményen, harcosan, a jobb eredmény elérésében. Így van. Jó. Toncsi bácsi, a mai esemény, ez egy rendkívüli esemény, hiszen 31. Bicskei Napok megnyitó ünnepsége és a BTC 100 éves centenáriumi ünnepsége. Milyen érzéssel vetted át az emlékérmet a díjátadáskor? Hát mindenképpen itt a Gáspár Kovács Jánossal együtt nagy örömmel vettük át, nagy megtiszteltetés, és óriási dolog az, hogy egy egyeken született sportember Bicskén vehet át egy ilyen tiszteletdíjat, vagy megemlékedést. Ja. Hát elég szerényen nyilatkoztál erről, hiszen te elég sokat tettél Bicske labdarúgásáért, hogy azért itt legyen, ahol van, mert tudjuk nagyon jó, hogy teljes mértékben, teljes mellbedobással támogatod a bicskei csapatot. Nem rajtad múlik, hogy most jelenleg a kiesés ellen kell küzdenünk. Az én szerény lehetőségeim ennyit engednek meg. Támogatom én a BTC-t, tehát itt az nyilván ebbe itt akár a női futball, akár a férfi labdarúgás, minden belefér. És remélem, hogy tudunk itt ebből még profitálni, és mindenképpen azt szeretném, hogy bennmaradnánk az NB3-ba. Ezt mi is szeretnénk. Toncsi bácsi, a Forfort sport világhírű sportmagazin lapjában olvasható, hogy bizony 91-92-93-ban egy jelentős esemény volt Bicskén, az a bizonyos Báder kupa első, másik, illetve harmadik. Rengeteg néző, 2200 néző csúcsot azóta sem lehet megdönteni. Visszajönnek még azok a régi szép emlékek, vagy visszajöhetnek? Esetleg most a centenárium jegyében? Elképzelhető. Most megpróbáljuk megszervezni ezeket a rendezvényeket. Na most ehhez viszont egyedül én kevés vagyok. Nagyon sok segítőkéz ember kell, aki segít, mint a Nagy Gyuri. Jó, hát meg, így van, meg hasonló támogatók, mint te is, így van, tehát én megértelek. Én azt kívánom, hogy tényleg jelentős eseménye legyen a 100 éves Bicskének idén. Én ehhez kívánok neked nagyon sok sikert, az életedben pedig további jó egészséget. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, Toncsi bácsi. Kedves nézők, szép laki Árpád urat látják, a Bicske törnök, a ügyvezető elnökét. Kedves Árpád, gratulálok ehhez a nagyszerű rendezvényhez. Milyen érzés volt hallani, látni ezt a sok embert, akik itt összejöttek a mai napon a BTC 100 éves centenárium ünnepségén és a 31. Bicskei Napok megnyitója? Hát, nagy megtiszteltetés az Egyesület számára, hogy a Bicskei Napok keretein belül megünnepelheti a centenáriumát. Ugye egész évben sok centenáriummal kapcsolatos sporteseménnyel és egyéb rendezvényel készülünk még, és készültünk eddig is. Ez a kiállítás is ennek a része, és nagyon örülünk, hogy ez belett így illeszte a Bicskei Napok programjába, és ugye a hétvégi városi sportnap is ennek a jegyébe fog eltelni, illetve a Forfortú magazin egy fantasztikus kiadványt
adott ki a BTC elmúlt 100 évéről, egy kicsit rendhagyó módon, nem lexikonális jelleggel, hanem ilyen olvasható, bulvárosabb jelleggel. Nem nagy, nem vastag a kiadvány, de mégis hosszú órákon keresztül lehet böngészgetni, olvasgatni, úgyhogy szerintem a kiadvány is nagyon jól sikerült, a kiállítás is fantasztikus, tehát a Petőfi Sándor Művelődési Központ munkatársai is nagyszerű munkát végeztek, és a Forfortu magazin munkatársainak is. Árpi, ezekhez a kiadványokhoz hogyan juthat hozzá a lakosság? Hát a kiadványokat, azokat természetesen ingyenesen osztjuk a bicskei lakosoknak, hiszen a hétvégi meccsre is tervezzük majd, hogy viszünk, és a szurkolóknak is adunk. A kiállítás is ugye ingyenesen tekinthető meg, tehát örülünk neki, hogy a centenáriumi évben egy újabb ilyen eseménnyel tudtuk gazdagítani ezt a 100 évről szóló megemlékezést. Csináltam több régi sportolóval riportot, megható érzés volt ezekkel az emberekkel beszélgetni, majdnem, hogy sírva fakadtak. Neked milyen érzés volt átadni a 40-es, 50-es, 60-as években futballozott labdarúgóknak azokat a bizonyos okleveleket, érméket? Hát igazából, ahogy így elkezdtük szervezni ezt a kiállítást, és ahogy gyűltek a képek, és ahogy mindenki jött a különleges történeteivel, és ugye a kiadványt is így szerkesztettük, ahogy egyre közeledett a kiállításnak, az egész kiállításnak a végleges képe, hogy fog kinézni, akkor szembesült az ember, és ugye akik itt egy páron itt szerveztük ezt az egészet, hogy ez mekkora hosszú idő, és mekkora nagy dolog egy ilyen 100 éves egyesületnek ezt a kiállítását, 100 éves kiállítását megszervezni, és most ez ma tudatosult az emberben, amikor lát ezt a sok remek régi sportolót, akik eljöttek, és itt voltak ezen a megemlékezésen, hogy egy hatalmas, nagyon nagy sportegyesület a Bicskei Tornaklub. Mit tudnál kiemelni ennek az összejövetelnek a lényegéből? Hát nagyon jó hallani az idősebb sportolók, régi sportvezetők és régi edzők anekdotáit. Ugye itt számtalan idős sportoló is még meg tudott jelenni, akik ugye már nem élnek, azok posztumusz emlékérmet kaptak, de akik megjelentek, tehát a régi anekdoták, a fiatalabb versenyzők, most a edzőmérkőzés után a mostani csapatunk játékosai is megérkeztek, egy kicsit ők késve, de hát nekik sok dolguk van még, mert ugye bent kellene maradni a bajnokságban, tehát nem kiesni ezen a nevezetes évben, de számomra nagyszerű élmény, hogy én ennek részese lehetek. Árpi, közel 20 év annak, hogy Komáromban az utolsó meccsen, ezekkel az emberekkel te, mint szurkoló voltál ott, a szekereség, a csapat tagjai, és hallatlan nagy öröm volt látni azt az örömöt, amikor ott bennmaradtunk Komárom ellen. Milyen érzés volt ezekkel a sportásokkal újra találkozni? Hát a Horváth Csucsó itt áll valahol mögöttünk. Ő mondta, hogy nekik nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetnek. Hát mondtuk neki, hogy nekik, meg neki is, hogy nekünk is nagy megtiszteltetés, és azt a csapatot, azt az NB3-as csapatot, amit a Nagy Laci bácsi vezetett, az számunkra felejthetetlen csapat, és ezért számunkra természetes volt, hogy őket meghívjuk ide, mint ahogy az a komáromi mérkőzés is felejthetetlen a bicskei szurkolóknak. Reméljük, hogy most is lesz hasonló élményben részünk, bent tudunk maradni, mert mi szeretnénk még tovább dolgozni, mert komoly terveink vannak még a BTC-n. Miben látod a két akkori NB3-as, meg a mostani NB3-as csapat közötti különbséget? Hát szerintem nem lehet a kettőt egy lapon említeni, de mint ahogy akkor is nagyon nagy bravúr volt, és fontos volt a bentmaradás, most szerintem még fontosabb, és én nagyon bízom benne, hogy bentmaradjunk, mert ez az első lépcsőfok a következő évhez, és azokhoz a tervekhez, amiket az egyesület vezetése és a város vezetése közösen tervez, mint a BTC sporttelep fejlesztésében, mint pedig a Felsőti Puskás Akadémiával kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint, és amit dolgoztunk, és amit eddig elértünk, azt mi most nem vagyunk hajlandók kiengedni a kezünkből, és dolgozunk tovább. Vannak ellendrukkereink, azokat tudjuk, helyén kezeljük, de mi nem adjuk fel a céljainkat egy percig se, és meg fogjuk valósítani minden elképzelésünket, ami a jövővel kapcsolatos.
A centenárium jegyében milyen sportprogramokkal készül az Egyesület ebbe az évben, és milyen komoly sportfejlesztési koncepciója van a BTC-nek idejében? Hát az idei évet kezdtük a centenárium sportbállal, ami azt hiszem, hogy hasonlóan fantasztikus a sikeredet, mint ez a mai kiállítás megnyitó. Ugye ezt a kiállítást is beterveztük, ugye ez nagy öröm számunkra, hogy ezt a Bicskei Napok keretén belül tehettük meg. Tervezünk még egy centenáriumi báderkupát, ami augusztus magasságában. Szeretnénk egy utánpótlás nemzetközi tornát, amiben nagyon komoly támogatóink vannak, mint az akadémia, mint pedig a Kül Lajos vezette összmagyar foci, tehát egy ilyen Kárpát-medencei összmagyar utánpótlás tornát szeretnénk. Szeretnénk befejezni a műfüves pályát, és egy nagyon komoly pályázatot adtunk be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, ami egy fedett lelátó építését jelenti. Ha a pályázatot megnyerjük, akkor július 1-ével elkezdjük a BTC sporttelepen a lelátó építését. Konkrétan milyen lelátó készül fedett, és hány személy? Fedett lelátó, 279 ülőhelyjel, ezt meg kell szoroznunk kettővel, mert mind a két oldalán lesz a pálya, mind a két centerpálya mind a két tér felén, és fölötte pedig a játékos kijáró fölött egy VIP lelátó az 27 fővel, tehát 279x2 plusz 27 fő. Tehát közel 2x300 fős lelátó, VIP pálya. A műfüves pályával kapcsolatban mi a helyzet? A műfüves pályával kapcsolatban továbbra is ugye a előkészíti munkátok már véget értek, tehát már maga a borítás van hátra, ami nem a mi feladatunk, tehát mi várjuk azt, hogy a műfüves pályára a borítás megérkezzen, mi a lelátóra figyelünk, hiszen a műfüves pálya befejezésére ígéretünk van. Itt a ünnepség végéhez közeledünk lassan. Van-e még valami mondani valód a kedves sportrajongóknak? Hát minden sportbarátot szeretettel várunk a hétvégi városi sportnapon, ami a Kastélykertbe kerül megrendezésre, ott mindenféle sportágban megmérethetnek a sportbarátok. Ugye próbáltunk olyan sportágokat választani, ami a BTC elmúlt 100 évének a szakosztályait tudja így visszaidézni, tehát lesz futás, mint az atlétika szakosztályra utalva, lesz egy kis skander verseny, ugye a súlyemelő szakosztályra utalva, lesz sakk verseny, asztali tenisz, kosárlabda, labdarúgás, tehát minden sportágban, amiben a BTC az elmúlt 100 évben jeleskedett. Azon felül pedig mindenkit buzdítunk arra, hogy jöjjön ki a mérkőzéseinkre, a hátralévő pár hazai mérkőzésre, és szurkoljon a csapatnak a bennmaradásért. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok további sok sikert. Köszönjük szépen. A tisztelettel köszöntjük Nagy György urat, és nem titok, hogy a technika ördöge folytán ez egy megismételt interjú, amit újra felveszünk. Ez azonban nem csökkent annak az ünnepélyes hangulatnak az értékéből, hogy a Bicskei Tornaklub 100 éves. Milyen érzéseket kavart önben ez az évforduló? Hihetetlen érzéseket. Ez leírhatatlan és elmondhatatlan, hiszen régi sportásokkal találkozni ilyen 20-25 éves távlatokban, ezt nem lehet elmondani. Én is csináltam riportokat, ugye volt játékosainkkal, edzőkkel, vezetőkkel, szurkolókkal. Hát sajnos azt kell mondani, majdnem sírva fakadtak a riport alanyaim. Én ezt nagyon nehezen éltem túl. A sportpálya környékén a mai napig sokan jó szívvel emlékeznek az ön játékos múltjára. Mi az, amit játékosként, a legkedvesebb emlékként meg tud említeni? Hát az, hogy fantasztikus nagy csapattal játszhattam, illetve jó játékosokkal játszhattam együtt a 70-es években, hiszen amikor ide kerültem, akkor olyan fémjelzett csapat tagokkal játszottam, mint Komlós Lajos, Lejgéb Laci, Lejgéb János, Szilicsány, Téglás Sanyi, Tolnai Pista, Juhász Feri, Csömöre Csaba, tehát hihetetlen nagy játékosokkal, és most elnézést kérek azoktól, akiknek nevét nem mondtam, de hihetetlen nagy játékos, nagy egyéniségekkel játszottam, és a Téglás Sanyit nem véletlen hozták ki a mai nap ünnepségén a játékosok királyának, hiszen a Téglás Sanyik a tanári módon adta elő a söpröget poszti feladatot. Ő annyira érezte a játékot, a ritmust a játékban, hogy leírhatatlan, még egy olyan középhátvéd,
mint Sanyika volt, olyat én életemben nem láttam, mint Bicskén. Csak a véletlen műve, vagy valami más oka lehet annak, hogy nagyon sok védőjátékos, söprögető volt ma a kitüntetettek között, és kevesebb csatár? Nem tudom, hogy milyenek az oka, hiszen tényleg ez így igaz, jó védőjátékosokat tüntettünk ki. Én úgy érzem, hogy a támadásban is jeleskedtek egyesek, most nem tudok itt hirtelen neveket mondani, de Hajas nem véletlen lett a 442 világhírű sportmagazin által is közölt legjobb játékos itt Bicskének, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ő vele együtt játszhattam. Igaz, Horváth István Iván, az 50-es évek labdarúgó is nagy eséllyel pályázott erre a címre, de én úgy érzem, hogy Hajas méltó volt erre a címre. Mit jelent a BTC? Mit jelentett 20-30 évvel ezelőtt, és mit jelent a BTC a ma fiataljainak? Én már 35 éve itt vagyok, illetve 37 éve, bocsánat, hiszen 75-ben jöttem ide, és 37 éve kísérem figyelemmel a BTC életét, hiszen mint Csabáról ideigazolt labdarúgó, én úgy éreztem, hogy annak idején is, amikor idekértem játékosként, és utána is, mint vezetőként, hogy Bicske színeiért, a Bicske hírnevéért kell dolgoznunk valamennyiünknek. És bárki dolgozik úgy játékosként, mint vezetőként, én úgy érzem, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Bicske sikeres csapat legyen. Én nem tudnék kiemelni semmit, hiszen minden korszaknak megvoltak a jellemzői, mindenki megtette magáét. Én nem tudnék ebből kiemelni senkit. Ha jól értem, önt a futball sodort a Bicskére. Lesz még Bicskén a csapat valaha? Hát nagyon bízom benne. Én Békés Csabáról kerültem egyébként ide, de akkor még egyszer mondom, rendkívül jó csapatunk volt, és azért maradtam itten, mert éreztem azt, hogy egy rendkívül jó, ügyes csapatba kerül. Az, hogy lesz-e nagy csapat, volt nekünk nagy csapatunk mindig, hiszen azért nem véletlenül jutottunk mindig magasabb osztályba. Jó voltunk alacsony osztályban is, de azért ez a 94-95-95-98-as NB3-as emlékeink, ezek megmaradnak örökké, és ez a mostani NB3-as szereplésünk is, remélem, hogy méltó lesz a BTC 100 éves fennállása. Mindenki számára köztudott, hogy több évet töltött el elnökként a Bicskei Tornaklub élén. Mit tart legnagyobb sikereként, mint klubvezető? Igen, én 2 évet töltöttem el, hiszen 2 év után le kellett mondanom, mivel egy olyan súlyos műtétem volt a sportkórházban, amely által szinte mozgásképtelenné váltam, és akkor jobbnak láttam, hogy ha én lemondok erről posztról, mert ez egy egész embert kíván, az az igazság. Sőt, nem, hogy így fizikálisan egész embert, hanem szellemileg is. És ezért tudnám azt javasolni, hogyha bárki ide kerül a BTC élére, az olyan munkát végezzen, amely méltó a BTC 100 éves történetéhez. Hogyan fogalmazhatnánk meg az Egyesület 3 legfontosabb célkitűzését az elkövetkezendő, ha nem is 100, de mondjuk 5 évre vonatkozólag? Hát az Egyesület céljai között mindenféleképp az utánpótlás nevelésnek kell, hogy legyen, hiszen a saját nevelési labdarúgóinkból tudunk egy olyan csapatot kialakítani, mint például most. Én azt elítélem például, hogy vidékről igazoljunk, hozzunk össze egy csapatot, mert ez egy szükségállapot. 12 ezer lakosú városban van annyi fiatal, hogyha egy komoly megfelelő utánpótlás képző munka folyik, akkor hosszú távon tudjuk biztosítani azt, hogy csak tisztai bicskeiekből ugyanígy összeállt egy jó csapat. Itt van az én példám, amikor 1986 és 87-ben foglalkoztam egy olyan előkészítő csapattal, akiknek a képe itt látható a kiállításon. Többek között mondom, itt van a Fábián István, itt van a Tóth Robi. A Tóth Robi egy olyan saját nevelésű labdarúgó, aki az én időszakomban kezdett. Úgy hívták akkor, hogy előkészítő csoport. A Tóth Robi megmaradt, és azóta ő megállás nélkül itt futballozik, tavaly hagyta abba, tehát 2011-ben. Erre nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan embert legalább én elkezdtem nevelni, igaz, a csapatból csak egy jött ki, de ha minden évben termelünk egy saját nevelésű bicskét, akkor már számoljuk ki, hogy hány év van mögöttünk, ugye, és hány saját nevelésű labdarúgóink lehetnének. Lesz-e még Nagy György a Bicskei Tornaklub elnöke? Hát őszintén megmondom, nem kívánkozom a Bicskei Tornaklub élére sem, meg más szervezet élére sem, mert tudom azt, hogy az elnökök dolga bizony nagyon nehéz. Ebben a riporter úrnak is volt dolga, tudja nagyon jól.
És én azt mondom, hogy ide egy egész ember kell, mert az, hogy az elnök, ugye ott van a munkahelye, elnöknek ott van a családja, és utána jön a sportegyeset, amely egy társadalmi munkában végez. Sajnos ez valaminek a kárára megy, és ide főállású elnök kellene hosszú távon. Ezzel együtt, ha jól értem, ön az utóbbi időben a bicskei lakosság egészséges életre nevelésére szentelte életét, ha jól tudom. Igen, azon dolgozom már hosszú évtizedek óta, hiszen amikor Prokli Jenő sportás megkért, hogy vállaljam el a tömegsport irányítását itt a BTC berkein belül, akkor azt mondtam, jó, igen, és akkor végeztem a sportszervezőit, edzőit, játékvezetőit. Abban az időben nagy divat volt, ugye, hogy tanfolyamokra jártunk és képeztük magunkat. Itt az eredménye, sajnos én olyan megrögzött sportszerető polgár vagyok, hogy 79 óta, amikor Talics úrtól átvettem a tömegsportot, én azóta nem tudok lemondani róla, és azóta is szervezem. Mi sem bizonyítja jobban, hogy itt van napokon belül elkezdődik a 31. bicskei napoknak az a sportrendezvénye, amikor május 19 egy egész napos sportműs, nem beszélve arra, hogy úszodában egy egész, majdnem egy egész napos úszóverseny lesz. Tehát azon dolgozom, hogy minél jobban menjen a szabadidős sport itt Bicskén. Mikor láthatjuk őt viszont legközelebb sporteseményen? Minden sporteseményen jelen vagyok, mert a BTC technikai vezetője vagyok, és szabadidő egyesület elnöke vagyok, a Vási TV munkatársa vagyok, tehát minden sporteseményen ott vagyok, a kézilabdától kezdve a kosárlabdán, az asztali teniszen, a labdarúgáson keresztül mindenhol jelen vagyok. Ha valaki hétvégén egy jó mérkőzést szeretne látni, hova menjen és mikor? Akkor ezen a héten mindenféleképp jöjjön ki, azaz május 20-án a bicskei sporttelepre, hiszen Szászhalombat telen játszik a bicskei TC MB3-as labdarúgó csapata, szeretettel várunk mindenkit, de előtte szombaton jöjjenek el a gyermekotthon területén megrendezésre kerülő bicskei sportnapokra. Köszönjük szépen, hajrá Bicske! Köszönöm.